Sziasztok! A mai nap egy gombás zöldborsós paradicsomos csirkeragút készítettem el rizssel. Hozzávalók 1 kg csirke mellett megtisztítottam, majd kockára vágtam. 2 fej hagyma, 3-4 gyereszt fokhagymát apróra vágtam, és egy 1,5 deci olajon megdisztoltam. Hozzáraktam a húsunkat, amit fehéredésig sütöttem. Majd fűszereztem, tettem rá egy kis kanál sót, borsot, fokhagyma granulátumot és 2 kis kanál paprikát, 1 kis kanál vegetát. Ezek után a megtisztított gombámat, ami ez esetben 30-40 deka volt, felvágtam és azt is hozzáraktam a húsunkhoz, majd felengedtem 1 deci vízzel. Ezek után hozzáraktam a zöldborsunkat, és lefedve közepes lángon körülbelül 15-20 percig főztem. Addig kifőztem a rizsünket, 40 deka jázmin is használtam fel, sós, olajos vízben főztem ki, 1 kanál só, és körülbelül 1 kis kanál olajat tettem a vízbe a kifőzésénél, majd jól lecsepegtettem. Amikor már majdnem készen van az ételünk, megkóstoljuk még mielőtt a paradicsompürét beletesszük, hogy kell-e még bele valami, akkor még tehetünk bele fűszereket. A paradicsompüré, amit én használtam, az egy 500 ml-s, 6 fajta zöldség van benne, és egy kevés parmezán is, aminek nagyon-nagyon-nagyon jó az íze utána. Majd még beletettem 2 kis kanál cukrot, és készre főztem kb. Még 5 percig.